Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreimét Gazdag Réten a Szent Angyalok hajlékában, és köszöntöm a televízió kedves nézőit is az évközi idő 31. vasárnapján. Elkezdődött a november hónap, a halottak hónapja. Itt Gazdag Réten minden nap elhunyt szeretteinkre emlékezünk, és felajánljuk így a mai alkalommal is szentmisénket halottainkért, akiknek emlékét a szívünkben őrizzük, hitünk szerint élő kapcsolatban vagyunk velük, az imádság szálain keresztül, és belefoglaljuk mind a gazdagréti hívek, és így a média apostolok szeretteinek emlékét, neveit a mindennapi szentmisénkbe, a 30 napos szentmise sorozatba, ezért helyeztük el itt az oltáron elhunyt szeretteink neveit. Ma nemzeti gyásznapunkon forradalmunk elesett hőseire is emlékezünk imádságos tisztelettel, és éppen a szeretet hősiességének evangéliumi üzenetét igyekszünk a szívünkbe vésni. Bár a liturgikus naptárban ünneplésszerűen nem szerepel Borromeo Szent Károly püspök emléknapja, mégis hálás tisztelettel tekintünk arra a szentre, aki annak idején a milánói pestis járvány idején hősiesen, szolgáló szeretetben oltalmazta híveit. Imádságos szeretettel köszöntöm a ma 70 éves Rozália testvérünket és a média apostolok közössége, különösen a Berzsényi családtagjai szeretettel gondolnak rá, köszöntéssel, imádsággal. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. Thank you.
Mindenható irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Hadd kérünk, hogy ide közve elnyerjük a megígért boldogságot, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Az ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez. Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiadnak és unokáidnak, hogy sokáig élj. Halld hát, Izrael, és legyen gondod rá, hogy teljesítsd azokat. Így jól megy majd sorsod, és megsokasodsz a tejjel mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben. Ez az Isten igéje. Testvéreim, a zsidóknál nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Krisztus viszont örökre megmarad, s így papsággal örökké tart. Ezért tudja mindörökre üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk. Szent, ártatlan, fedhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, akik fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor feláldozta önmagát. A törvény tehát a gyarló embereket rendelt főpappá, míg az esküszava, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes fiút. Ez az Isten igéje. Isten.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt: ez az első, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta: valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televíziók mellett a zsidóság legfőbb törvénye hangzott el az Úr Jézus fő parancsolatában, amely a második törvénykönyvnek olyan igazsága, amely az egész népnek mindennapos imádságává vált, és olyan kötelező hitvallás, amelyre az Ószövetség emberének és így a választott nép mai tagjainak is életet meghatározó szándék és elhatározás, az egyigaz Istennek követése és szolgálata, mindenek fölött való szeretete. De már az Ószövetség is hozzákapcsolta azt a követelményt az Isten iránti fő parancsolathoz: halld Izrael, az Úr, a te Istened az egyetlen Úr. És egész lényünkből kell őt szeretnünk, de hozzá kapcsolódik az a másik fontos parancs, amelyről azt mondja Jézus, hogy nem csak hogy hasonló ehhez, mármint az elsőhöz, hanem szinte egyé válik: szeresd embertársadat, mint saját magadat. Sokféle fejtörő kérdés vetődik föl a főparancsolat kapcsán. Az első talán az, hogy lehet-e a szeretetet megparancsolni, hiszen a szeretet szabadságot igényel, függetlenséget, önkéntességet, semmiféle kényszerűség nincs a szeretetben, mert akkor igazi a szeretet, vagy egyáltalán akkor áll fenn a szeretet, hogyha ez szabadon felajánlásként történik valaki más felé. Nyilván itt, amikor parancsolatról beszélünk, akkor a szeretetnek isteni tulajdonságára gondolunk, és arra a kötelezettségünkre, hogy mi leginkább úgy leszünk Isten képmásai, hogyha megéljük a szeretetünket. A másik érdekes kérdés, amely felvetődik a szeretet
főparancsolatával kapcsolatosan, az pedig az, hogy miért kell úgy szeretnünk a másik embert, ahogyan saját magunkat. Vagyis szabad magunkat szeretnünk? Mit is jelent szeretni önmagunkat? Ez is egy fejtörő kérdés, mert gyakran összetéveszthetjük az önzéssel, az önérdekek érvényesítésével, olyan önkényes magatartással, amelyet igyekszünk elkerülni a keresztény életünkben, és mégis helyesen értelmezve valóban az önszeretet fontos és meghatározó. Éppen úgy tudunk magunkra tekinteni az önszeretetünkben, ha tudatossá válik bennünk az, hogy nem vagyunk a magunkéi. Ezt Szent Pál apostol hirdeti a korintusi első levelében, amikor a Szentlélek templomaiként beszél a hívő emberekről. És mivel a Szent Lelket hordozzuk, és a létünk is valaki másnak a tulajdona, nem a miénk, ezért az önszeretet nem önzés ebben a tekintetben, hanem egy nagy ajándéknak, egy féltett kincsnek a megőrzése, gyarapítása, gazdagítása, vagyis önmagunkban az Isten tulajdonát gyarapítjuk, és azt az értéket sokszorozzuk meg, amelyet Isten bízott ránk. Gondoljunk csak a talentumok példabeszédére. És vajon mit jelent a kölcsönösség a szeretetben? Ez egy harmadik kérdés. Jól tudjuk, és erre is tanít minket az evangélium. Jézus maga mondja, hogy ne tudja a jobb kezünk, hogy a bal mit cselekszik, vagy ne várjunk köszönetet a jóért, ne várjunk a szeretetünkért hálát, de mégis úgy valósul meg a kölcsönösség a szeretet körforgásában, hogy azáltal kapunk jót másoktól, hogy mi is adni akarjuk a jót, és az a másik is adni akarja a jót, és akkor nem visszakapjuk, vagy nem kicseréljük, egy mai idegen szóval nem bartelezzük a szeretetet, hogy én is adok valamit, te is adsz valamit, és akkor így kiegyenlítjük az értékeinket, hanem azzal a ugyancsak szentpáli mondással élünk, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni, és ezért kapjuk vissza a szeretetünket. Egy érdekes történetet idézek, gondolván a napjainkban sokat szenvedő olasz testvéreinkre, akik különböző természeti csapások sújtása alatt élik ezeket a napokat. 2000-ben történt, a történet valós alapokon nyugszik, hogy egy tengerpartra háromnapos megállíthatatlan felhőszakadás zúdult. Nagyon sok kár keletkezett, de a legnagyobb kár egyik kempingben történt, ahol kiöntött a patak, és 13 embert sodort magával, akiket már nem tudtak megmenteni. Ma is hasonlókról hallunk. És ekkor történt az is, hogy az egyik kis városkában az özönvíz miatt leomlott a városka fölött magasodó vár egy darabja. Minden bizonnyal elsodorta volna az alatta meghúzódó házakat, de az útjában állt egy hatalmas olajfa, ami erősen kapaszkodott gyökereivel a földbe, és így eltérítette ezt a csapást, ezt a kő görgeteget, amely éppen egy düledező, lakatlan kunyhó felé tartott. Az ütközés következtében a ház összedőlt, az olajfa megvégte a lentebb álló házakat, amelyben egy család lakott. Elképzelhetjük, hogy mennyire féltek az ott lakó emberek.
És aztán milyen hálásak voltak ezek az emberek. Reggel a hajnal első fényeinél ugyanis felmérhették, hogy szó szerint csodának köszönhetik a megmenekülésüket. Az olajfa megsérült, de szilárdan ellenállt az ütésnek, és megmentette az életüket. Hiszen a házuk éppen a kőlavina útjába esett volna. Ekkor eszükbe jutott, hogy 2 évvel korábban egy hirtelen támadt tűzeset alkalmával ők óvták meg az olajfát a lángoktól. Csodálattal és hálával telten mondták, 2 évvel ezelőtt mi voltunk azok, akik megmentettük ezt az olajfát a tűztől. Most pedig az olajfa mentette meg az életünket a kőzuhataktól. Nem a természetközeli élet és a növények vagy teremtmények megszemélyesítése, vagy annak gondolata a most hallott történet tanulsága, de mégis rávilágít bizonyos kölcsönösségre az előbb említett körforgásra, amely a szeretetben megvalósul. Most bátran megszemélyesíthetjük ezt az olajfát, de az olajfa mögött ott van a gondviselő Isten, aki mindig megmondja és megmutatja, hogy mit kell tennünk, és a jó lelkiismeretünkön, főleg a szeretettől vezérelt jó lelkiismeretünk által mindig megadja a jó megoldást számunkra. Így tehát az az igazság, amit az Úr Jézus egybe ötvöz a főparancsolatban, mi szerint az Isten és embertársi szeretet elválaszthatatlan és kölcsönös, de épp úgy az emberek iránti szeretetünknek is megvan a maga gazdagító körforgása vagy oltalma, mint a történet mondja. Ez az igazság most meghatározó számunkra, egész keresztény életünkben, de a mai vasárnap üzenetében is. Ne feledjük el azt, hogy amikor másokra gondolva megnyílunk a szeretetben, de ugyanezt megtapasztaljuk másoktól, akkor megérthetjük, mit jelent úgy szeretni embertársunkat, mint önmagunkat, és így önmagunk szeretete nem önzés, hanem közösségteremtő erő lehet. Amen. Hiszek az egy Istenben, kérjük egy szívvel, lélekkel a jóságos Istent,
akit atyánknak hívunk, hogy segítsen minket kegyelmével a szeretet gyakorlására. Add, Urunk, hogy gyermekeid mindennél jobban szeressenek téged. Add, Urunk, hogy az evangélium hirdetői cselekedeteikkel is tanúságot tegyenek Krisztusról. Add, Urunk, hogy híveid ember szeretetében felismerje a világ szent fiad jóságát. Add, Urunk, hogy az elhagyottak és a betegek ne nélkülözzék embertársaik szolgáló szeretetét. Add, Urunk, hogy halálunk óráján minnyájan eljuthassunk atyai házadba. Urunk Istenünk, szent fiad által tanítottad, hogy mennyei atyánk vagy, és ezért segíts gondviselő jóságoddal, hogy mindig szerető gyermekeid lehessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árassza ránk bőven szent irgalmadat,
Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának te szabtál törvényt. Ha te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, s nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. És itt te vagyunk feltámadásra,
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Borromeo Szent Károly püspökkel, és minden szenttel együtt, szent angyalaiddal, és azokkal a szentekkel, akiket egyházközségünkben különösen tisztelünk. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, szüleimet, Éva és László testvérünket, keresztszüleimet, Veronika és Lóránt testvéreinket, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, mindazokat, akikért novemberi szentmiséinket fölajánljuk, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami tegyenünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Menjél az ország, a hatalom és a dicsőség.
Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy eljöjjön, hanem csak egy szóval mondj, és megnyugod a szívedben.
ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozza szentmisén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Édes Jézus, tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek. Égő vágyjal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, s a mennyei szentség ereje, jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyán, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk felállászó, és az oltári szentségben velünk elő Krisztus, felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, hagyd bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvégünk minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és a eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelkének újulására szolgáljon. Kedves testvéreim, a halottakért felajánlott szent mise után, de ugyanakkor a hála imádságát követően, hiszen minden szent mise hálaadás is, szeretettel várlak benneteket az előtérbe, a kávézóba, szeretett vendégségre a mai szép vasárnapon. Mint említettem, elkezdtük a novemberi szentmiség sorozatát. Ebben a hónapban, amely 30 napból áll, minden nap szentmisét ajánlunk fel elhunyt szeretteinkért, mind az idejáró testvéreink, mind pedig a kedves média apostolaink elhunyt szeretteiért. Várjuk még vissza a mise felajánlásokat, cédulákat, borítékokat, adatlapokat, amelyeket kiosztottunk, illetve most is még vihető a portaszolgálattól, és ugyanoda kérjük majd visszahozni. A média apostolainkat kérjük, hogy adják postára a részükre megküldött válaszborítékban a szentmisére vonatkozó felajánlásukat és a szentmise szándékának a kérését. Karitász csoportunk eredménnyel tartotta meg a ruhagyűjtést,
nagy mennyiségben gyűlt össze a ruhák felajánlásából a ruhaadomány itt a templomban, amit továbbít a vitézi rend a rászorulóknak, az ő képviselőik segítségével juttatjuk el, különösen az ország keleti területeire, illetve Kárpátaljára, ahol igen nagy szükség van ezekre a ruhákra. Mondhatnánk így, hogy korlátlan mennyiségben. Isten fizesse meg, és hálás szívvel köszönjük testvéreink, családjaink felajánlásait. A Kegyhely Látogató Klub az éves programtól eltérően, illetve abban nem szereplő, de a közkívánatot teljesítve november 10-én szombaton a Váci Hétkápolna kegytemplomot keresi fel Rétvári tanár úr vezetésével, aki a klubnak a vezetője. Minden kedves érdeklődött családot várunk erre a lehetőségre, amelynek részleteit megtaláljuk a hírlevélben, időpontokkal, helyszínekkel, és épp úgy a honlapunkon is mindezt megtaláljuk. Szeretettel hirdetem, hogy Biblia óra indul a plébániánkon, interaktív, Ószövetséggel foglalkozó Biblia óra ez, a Szent János Most Katolikus Biblia Társulat főtitkárának, Vágvölgyi Évának vezetésével, amelyet televíziónk, az Apostol Televízió is felvesz. Várjuk az érdeklődők jelentkezését erre a nagyon értékes és érdekes, a Biblia világában elmélyülni segítő programra. Természetesen a jellegét tekintve, ez nem csak előadás meghallgatásából, hanem közös munkából, gondolkodásból, csoportmunkákból, hozzászólásokból is áll, és mint említettük, a média is bizonyos részben bekapcsolódik ebbe a közös munkába. Tehát aki így vállalja magát, vállalja az arcát a televízióban, azt különös szeretettel várjuk. Az első alkalom november 13-án, kedden, délután 17:30 lesz a plébániánk közösségi házában. Kérjük, hogy a hírlevélben, illetve a honlapon megadott telefonszámon, illetve e-mail címen jelentkezzenek az érdeklők. Azt is kérjük, hogy aki rendelkezik a Szent Jeremos Biblia Társulat kiadásában megjelent Bibliával, azt erre, ezekre az alkalmakra hozza magával, mert hála Istennek, hogy magyar nyelvünkön számtalan Biblia fordítás jelent már meg, de ugyanakkor a közös munkához az szükséges, hogy egységes fordítást használjunk, és ez pedig jelen esetben a Szent Jeremos Neovulgáta kiadás. A Szent Gábriel Irodalmi Klub november 18-án, két hét múlva vasárnap délután 4:00 tartja a következő rendezvényét, téma Mátyás király az irodalomban. A jövő vasárnapig lehet jelentkezni a felolvasásra. Épp így várjuk a jelentkezéseket a pásztorjátékra, illetve fiúk jelentkezését a minisztráns közösségbe és szolgálatra. A hírlevélben megadott lehetőségek, telefonszámok használatával. Esperes kerületünkben még ebben a hónapban 3 búcsúi alkalom lesz, mindegyik este 4-8-kor kezdődik majd. Holnap este a Szent Imre városban, a Szent Imre plébánia templomban, Szent Imre herceg ünnepén lesz búcsú. Szkalicki őrs, ciszterci atya mindenkit szeretettel vár a közös búcsú ünneplésre. November 13-án, keddi napon, a Magyar Szentek búcsújára kerül sor a Petőfi híd közelében, Écsi Gábor atya is vár minket, és az év utolsó búcsúja az Erzsébet híd melletti Tabáni
plébánia templomban november 25-én a Szent Katalin búcsú Hegyi Balázs atya vezetésével. A Jóisten áldását kérjük most életünkre, hogy a szeretet körforgásában, Jóisten kegyelméből önzetlenül, de önmagunkat is helyesen szeretve be tudjunk kapcsolódni. Ezt kérem a jelenlévő testvéreimnek és a televízió kedves nézőinek. Az Úr legyen veletek! A mi Urunk Istenünk, aki szentjeinek dicsősége és újongó öröme, áldjon meg titeket örökké tartó áldásával. A szentek közben járására szabadítson meg titeket a földi élet minden bajától, életük jó példája oktasson és vezessen, hogy mindig készen álljatok Isten és embertársaink szolgálatára. Nyerjétek el az összes szentekkel együtt annak az örök hazának örömeit, amelynek lakói között gyermekeit örökké tartó békességben boldogan látja anya szent egyházunk. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértésével légy oldalunk. Esedezzel kérjük, parancsoljon neki az Isten, cserélj meg és cserélj vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelket veszélye körüljárnak a világban. Istenre légyel, taszíts vissza a házat. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,